És milliómos előző műsorából. Azt hiszem, hogy ez a távcső, ez a kulcsa a dolognak. Mert az első igazán nagy távcsöves csillagász fedezte fel a Hold hegyeit és a Jupiter négy holdját. Lássuk, hogy hívták. Galileo. Ez itt Magyarország legizgalmasabb kvízjátéka, a Legyen Ön is milliómos. Az arénában már várja Önöket Vágó István. Tessék, parancsolni, Tamár, jó estét kívánok! Nagyon szépen köszönjük! Én is. Kedves Hóbauer úr, az előző játék nagy játék volt, én legalábbis élveztem Ön. Is. Én azt várom Öntől, hogy bebizonyítsa országvilág előtt, hogy aki tud, azt nem lehet elbizonytalanítani. Érti ezt a feladatot? Értem. Ez egy nagyon nemes dolog. Van még két segítsége, ugye a számítógépet már elhasználta, van a telefon, van a közönség, és van már biztos 100 000 forintja, úgyhogy ennek jegyében nézzünk további kérdések felé, következik a hatodik 200 000-ért. Melyik várban született Balassi Bálint? Zólyom, Szendrő, Késmárk vagy Esztergom várában? D. Esztergom várában. Igen. Megjelöljük? Igen. Magabiztosan? Igen. Jó. Esztergom várában. Közben nekem is eszembe jutott, halt meg, bocsánat. Elnézést. Mi van ebben a székben? Mondja meg. Nem tudom, de az kattant be, hogy Esztergom, de tudom, hogy ott halt meg. Kedves József, én most tudom, hogy mit gondol, és azt is tudom, hogy hogyan fog erre a játékra visszagondolni. Porig vagyok zúzva. Esküszöm. Ne legyen. Egy következő játékban találkozunk, ígérje meg. Rajta ne legyen rossz emléke. Nem, maximum magamra arra mutatom, úgyhogy. Én is ezt gondolom, és fog is. Persze. Amennyire ismerem. 100 000 forint a Raiffeisen bankjegy kártyára. Hát ez volt a már a kérdés. Még az előző adásban mondta Hóbauer úr, hogy ne szóljak semmit. Meg voltam félemlítve. Sajnálom őt, esküszöm, tényleg. No, az interneten ezt kérdeztük legutoljára, melyik városunkban látogatható a Herman Otto Múzeum? Miskolc, vagyis D, ez volt a helyes válasz. Itt az új kérdés. Az alábbi filmek közül melyikben nem játszott együtt Sophia Loren és Marcello Mastroianni? A Szép Molnárné, Az asszonynak szerencséje van, Büszkeség és szenvedély, vagy Napraforgó? Klikkeljenek a www.rtlclub.hu című honlapunkon, és remélhetőleg itt találkozunk. Ha ez nem tetszik, akkor ajánlom figyelmükbe a teletextünk 642. oldalát, vagy ezt a telefonszámot 0690-443-444, és akkor ismerkedjünk meg 10 új játékos jelölttel. Kis Béla Debrecen, Bertalan Zsolt, Darnó Zseli, Horváth Tibor Budapest, Nagy Ágnes, Szigetmonostor, Dr. Szekeres Sándor, Szúlok, Korom Ildikó, Budapest, Bánházi Csaba, Tata, Vagyinszki Ferenc, Budapest, Dr. Nádasdy Miklós, Kecskemét és Erdős Péterné, Budapest. És akkor lássuk az újabb sorkérdést íme. Állítsák, az Éva megformálta nőket időrendbe aszerint, ahogy az ember tragédiájában megjelennek.
vagyis az ember tragédiája színei szerint. Lássuk. A. Izóra, B. Borbála, C. egy eszkimó neje, D. egy rabszolga neje. Szép feladvány, remélem, hogy sokan eltalálták. Nos, a negyedik szín az egyiptomi színben volt Éva egy rabszolga neje. Aztán a konstantinápolyi színben volt Izóra, a prágai színben Borbála, B, és a 14. színben egy eszkimó neje, C. Tehát D, A, B, C. Lássuk, hány zöld van. És Korom Ildikó volt hármuk közül a leggyorsabb, kevesebb, mint 6 másodperc. Jöjjön Ildikó! Gratulálok! Tessék, parancsolni! Gratulálok, Ildikó! De régen szerettem volna már valakivel találkozni, akinek van latinból felsőfokú nyelvvizsgája. Ez azt jelenti... Sőt, hát ha már a közönség ilyen kedves, hogy megtapsolja, akkor olaszból is van, ugye, felsőfokúja és angol közepe. De ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk az ókori Rómából bemenne a maga irodájába, tudnálak diskurálni latinul? Hát igazából nem is felsőfokú nyelvvizsgám van, csak latinból diplomáztam és olaszból. Azért fenntartom a kérdést. Tudna beszélni latinul egy ókori rómaival? Hát inkább e-maileznék vele. Így van. Tehát írásban ez nyilván könnyebb. Igen. Ez az iroda egyébként, amit említettem, ez micsoda? Egy irodaergonómiával foglalkozott. Még egyszer? Irodaergonómiával. No és az micsoda? Hát komplett irodákat rendezünk be, tehát megtervezzük, és főleg olasz importból beszerzett bútorokkal rendezzük be az irodákat. Tehát az a lényeg, hogy ezek kényelmes székek legyenek, mint például ez. Hát ennél még kényelmesebbek. Nem létezik. De. Van ennél? Van. Kivel érkezett, Ildikó? Két barátnőm kísért el. Szeretettel köszöntjük a barátnőket is, és akkor lássuk a számokat. A 15 kérdés az kérem szépen úgy áll össze, hogy az első 5000-et, a 15. 40 milliót ér, közben két szakaszkérdés, a 100 000, illetve a 1,5 millió, 3 segítség, számítógép, telefon, és a közönség ne hagyja bent őket. Kérem szépen, és legyen nagyon sok pénz a Raiffeisen bankkártyán. Legyen ön is milliómos, Ildikó. És akkor lássuk az első kérdést 5000-ért. Mit csinálhatunk a nyomával annak, aki kereket oldott? Forrón tarthatjuk, bottal üthetjük, gipszbe önthetjük, vagy elsepergethetjük? B. Jó, tehát B, mint bottal üthetjük a nyomát annak, aki kereket oldott. Ez helyes. Itt a második 10 000-ért. Az alábbiak közül melyik egy kártyajáték neve? Katinkás, Máriás, Magdolnás vagy Kláris? Máriás. Tehát a ismeri a Máriást? Nem játszottam még. Megjelöljük a B-t, és elmondom, hogy ez a Mariás francia házasság szóból származik. De nézzük, hogy ez a kártyajáték. Ez bizony, így van. Ettől Máriás, mert Mariás, nem semmi köze a névhez. Itt a harmadik 25 000-ért. Egészítse ki Gerald Darrell művének címét, Családom és egyéb sorscsapások. Vagy Családom és egyéb állatfajták. Családom és egyéb próbatételek, vagy földön kívüliek. Úgy látszik, ez egy beragadt a gép, mert megint a B. Családom és egyéb állatfajták? Igen, mondja meggyőződése. Megjelöljük a B-t. És kérem szépen, így kell ezt játszani. Itt a negyedik 50 000-ért. Milyen származású volt Bem József? Ő lengyel származású volt. Vagy horvát. Vagy osztrák. Vagy szász. Lengyel volt. Lengyel. Megjelöljük. Megjelöljük. Bem József. Lengyel származású volt, így van. A lengyel szabadságharcban is harcolt. Remek.
következik az ötödik 100 000-ért. Eddig magabiztos, elbizonytalaníthatatlan. Ezt nem mondom még egyszer, mert nincs ennyi levegő. Na nézzük. Melyik folyót szabályozták az Asszuáni gát megépítésével? A Nílust, a Yangtze-t, az Amazonást vagy a Mississippit? A Nílust. Tehát azt állítja ugyebár Ildikó, hogy az Asszuáni gát a Níluson épült. Hát ezt állítja. Igen. Tehát? A Nílus. Mitől állt meg ennyire? Megjelöljük? Igen. Jó, megjelöljük a Nílust. Hát, hogyha ott az Asszuáni gát, akkor ezek szerint a Nílus. Nézzük. Hát persze, mi a probléma? Megvan a 100 000, most már nyugi van, itt a hatodik 200 000-ért. Kinek ajánlotta Vörös Marti a Merengőhöz című versét? Rózának, Laurának, Júliának vagy Etelkának? B. Laurának. Laurának. Már megint ugyanazt csináljuk, mint az előbb, de igen. Ha gondolja, Laurának. Igen. Ugye, hogy hívják ezeket a verseket? Valahogy nevezik ezeket a verseket. Jó, semmi. Szerelmes versek. Igen. És Laurába lett volna ő szerelmes? Csajági Laurába. Tehát megjelöljük, azt mondja, a B-t. Igen. Jó. Megjelöljük a B-t. Hát, akinek írta, azt feleségül is vette. És Csajági Laura volt az ő felesége? Igen? Igen! Ne csinálja ezt, Ildikó! Abszolút mindent tud, nyugodjon meg, beszélhetek én bármit, amire azt gondolja, hogy jó, megjelöli, és megyünk felfelé. Itt a hetedik 300 000-ért. Melyik versenyszámban lett első Gécsek Tibor az 1998-as budapesti Európa-bajnokságon? Gerelyhajításban, kalapácsvetésben, diszkoszvetésben vagy súlylökésben? Akkor kérdezik mi a közönséget, azt hiszem. Most a kérdés roppant egyszerű. Mi az ő sportága? Értem a kérdést. De jó Isten, megkérdezzük a közönséget. Mert most, mintha Ildikó elbizonytalanodott volna magától, hogy mi Gécsek Tibor sportága. Úgyhogy kérném szépen önöket, nyomják meg a gombokat most! Hát a kalapácsvetés utcahosszal nyert a közönségnél. Hát én bízom bennük, úgyhogy jelöljük tehát meg a B-t. Megjelöljük a B-t. Gécsek Tibor a kalapácsvető, megjelöljük. Úgy is mondhatom, az Európa-bajnok, hát most olimpiai bajnok nem lett. Nézzük, a közönség jól döntötte. Jól döntött, persze. Megvan a 300 000, elment egy mentő. Itt a nyolcadik 500 000-ért. Melyik növénnyel tartozik egy családba a komló? A kenderrel, az árpával, a kökörcsinnel vagy a mákkal? Maga nem egy diskuráló típus. Jól látom? Igen. Nem igazán vagyok botanikus alkat, szóval nem tudom, hogy a komló melyik. Én szerintem nem is kell.
Ugye nekem speciál most van egy tippem, nem biztos, hogy jó. Ugye én is most látom ezeket a kérdéseket először. Van egy tippem valami miatt. De igaza van, nem ismerem megmondani, hogy melyik. De mi ez a komló? Hát mi ez a komló? Ha nem tud erre válaszolni, akkor... Én nem tudom, hogy valami miatt a kávéval kötöm össze. De a nem... komlót? Igen, de nem tudom, hogy miért, úgyhogy... Mert komlón sok kávét isznak. Nem tudom, sajnos. Nos, akkor... Akkor van telefonáljunk, még segítség. Igen. Inkább telefonál. Igen. Ja, kit hívjunk fel? Anyukámat. Korom Jánosné. Korom Jánosnét fogjuk akkor felhívni, és ő mivel foglalkozik? Ő már nyugdíjas, de ott van a húgom is, aki nagy mezőgazdász. Az viszont egy nagyon derék dolog. Mezőgazdászok ezt fogják tudni. Sőt, ha valakik, akkor ők is. Kezi csókolom, Vágó István vagyok. Nagy szeretettel köszöntöm Önt a Legyen Ön is milliómos stúdiójából. Velem szemben van az Ön kislánya. Igen. Ugye nem baj, nem keveredett ő rossz társaságba? Nem keveredett, már vártuk a hívást. Igen, nagyon jó, örülök neki. Illetve, hát most valami miatt valóban erre a hívásra szükség volt. Átadom Ildikónak a szót. Tessék parancsolni. 30 másodpercük van. Sziasztok! Melyik növényel tartozik egy családba a komló? Kender, árpa, kökörcsin, mák. Jól hallották? Kender, árpa, kökörcsin, mák. A komló melyikhez tartozik? Árva. Árpa? Májva. Olyan nincs. Kökörcsin, árpa, mák, kender. Lejár az idő. Mit hallott? Semmit. Májvát mondtak? Igen. Hát az nincs itt. Nincs itt. Lehet, hogy azzal is, nem hiszem. És biztos, hogy ott volt a mezőgazdász húga is? Elvileg ott kellett lennie. Aha, de ez nem derült ki. Nem. Szívem szerint visszahívnám őket, de nem lehet. A számítógép nem engedi. Van még segítség. Van még segítség. Jó, hát akkor kérdezzük meg a számítógépet. Vagy más elképzelésem? Én csak jelzem, hogy van más. Hát gondolok valamit, de egyáltalán nem vagyok benne biztos. És az, hogy mire gondol, azt majd akkor mondja el, ha a számítógép elvet kettőt, ugye? Lehet úgy. Hát én az árpára gondolok. Mert lehet, hogy mi értettük rosszul. Hogy a... Na nézzük meg, hogy benne van. Legyen számítógép? Legyen. Nézzük meg, hogy ott marad-e, jó? Na nézzük, akkor a számítógép vegyen el kettőt. Hát az árpa ott maradt. Akkor legyen az árpa. Megjelöljük tehát a B-t. Igen. Jó. Megjelöljük a B-t. Hát én elárulok magának valamit. Én buktam volna. Most már tudom, mert nálam látszik, hogy jót jelölte meg, vagy nem. Én buktam volna. Lássuk. Ildikó, együtt buktunk volna. Ha ez magának megnyugtató. Kenderféle. Én vagyok a legjobban megdöbbenve. És nagyon sajnálom. Raiffeisenbank kék kártyáján 100 000 forint. Köszönöm szépen.
Mert hogy állítólag mindkettő kúszó növény, valami ilyesmit hallottam én, és a komló nem gabonaféle. Hát biztos így van. Nehezek. Néha nehezek. Itt a következő sorkérdés. Tegyék időrendbe az egy szervajátékon belüli lehetséges teniszállásokat. Lássuk. A 30-15, B 0-15, C 30-40, D 15-15. Na nézzük, természetesen van, ami kimaradt, de a négy csak úgy jöhet sorba, hogy kezdődik azzal, hogy 0-15, ez a B. Aztán 15-15, ugye egyenlő, ez a D, aztán 30-15, az adogató vezet, és végül a fogadó nyeri meg 30-40 arányban, vagy legalábbis ez egy létezhető sorrend, az összes többi nem. Lássuk, ki találta el. Ennyien? És Bertalan Zsolt a leggyorsabban. 5 másodperc alatt. Na nézzük a nagy teniszjátékot. Az... Tessék parancsolni. Bertalan Zsolt tehát Darnó Zseliből. Tanuljunk, hol van Darnó Zseli? Győr és most a Magyaróvár között. És mit csinál ott? Ott semmit. Ha nem? Élek. És akkor hova jár dolgozni? Mosonszónokra járok dolgozni. Ez Szigetköz mind? Nem, csak a Darnózseli. Darnózseli Szigetköz és Mosonszón. Ott sem megyünk át, hogyha megyünk Győrből Moson-Magyaróvárra? Hegyesalomhoz közel van, de kicsit más irányba. Zsolt kivel érkezett? Az öcsémmel érkeztem. Szeretettel köszöntjük akkor a Bertalan fiúkat, és akkor lássuk Zsoltnak, hogyan megy, legyen ön is milliómos. Itt az első kérdés 5000-ért. Kit vagy mit nevez a népnyelv tréfásan gézengúznak? A pajkos mongúz bébit? Vagy a rakoncátlan gyereket? Vagy a huncut kötöző nővért? Vagy a kigyomlált gazt? Melyik a gézengúz? Hát viccnek jó a másik három, de mondjuk válasznak a B. A B-t, a rakoncátlan gyereket. Nem tudom, ki volt az a gézengúz, aki ezt írta. Megjelöljük a B-t. És gratulálok a huncut kötöző nővérehez. Jön a második kérdés 10000-ért. Az alábbiak közül melyik tartozik a horoszkóp állatövi jegyei közé? A madarak, a kígyók, a békák vagy a halak? A halak. Nagy asztrológus, kedves Bertalan úr? Nem nagy. Helyes. Akkor megjelöljük a D-t. És ez is helyes. Úgy van. És akkor lássuk a harmadikat 25000-ért. Mi a címe az RTL Klub főző showjának? Ne csináljon így az arcával. Konyhaművészet, recept klub, Rozi Suli, vagy kavarj velünk? Ez a recept klub lesz, a B. Az lesz? Igen. Látom a szemén megcsillanni valami felismerést. Megjelöljük a B-t? Igen, jelöljük. Jó, megjelöljük a B-t. Az RTL főző showjának a címe, recept, na ugye, jön a negyedik 50000-ért. Milyen napszak van, ha odakin pitymallik? Délután, délelőtt, hajnal, éjfél. Mikor pitymallik? Hajnal legyen C. Megjelöljük a C-t, mert hogy hajnalkor pitymallik, mondja Zsolt, és helyesen. Jön az ötödik 100000-ért, és ha ez megvan, már megérte, hogy idejött. Talán egyébként is. Nézzük. Victor Hugo melyik regényéből készült musical főszerepét játszotta Vikidál Gyula? A párizsi Notre Dame, a nyomorultak, a nevető ember vagy a tenger munkásai? Melyik egy musical címe, amelynek az eredete Victor Hugo regénye? A nyomorultak, az ismerős. Vikidál Gyulával. Vikidál Gyulával nem annyira, de nyomorultak, az ismerős. Mint musical.
És a nevető emberből nem lehet, hogy csináltak musicalt, vagy a Bázsi Notre Dame-ból? Nevető ember abszolút nem ismerős, mint musical. Uh-huh. A Párizsi Notre Dame, hát az... Ez talán... Na, melyik legyen? Azon gondolkodok, hogy talán el kéne venni kettőt. És? Járjunk így? Csináljuk? Csináljuk. Ja. Akkor a számítógép vegyen el kettőt, és megmarad a nyomorultak meg a nevető ember. Legyen a B. Jó. Azt mondta, hogy megjelöljük a B-t, azt mondta, hogy a nevető ember nem rémlik. Mint musical. Bevallom nekem se. De nézzük, hogy most együtt vagyunk-e. Nem olyan szerencsétlen, mint az imént. Igen. Igen. Jó. Zsolta, 100 000 már megvan, ez biztos, hogy megnyugtatja. Itt a hatodik, 200 000-ért. Milyen beosztása van a seregben egy adjutánsnak? Ő az élelmezési biztos, vagy az adjutáns a körletfelügyelő, esetleg segédtiszt, vagy lokátorkezelő az adjutáns? Hát a lokátorkezelő az biztos nem. Mert ön már volt lokátorkezelő. Lokátorkezelő nem voltam, de egy olyan laktanyában voltam katona. Aha. Adjutáns. Élelmezési biztosság. Igen. Adjutáns, az úgy hangzik, mintha valami segéd lenne. Úgy? Igen. És a füle után valakinek megy? Valakinek a segédje lenne. Megjelöljük? Jelöljük meg. Nem kell jelöljük segítség? Meg. Nem. Mert körletfelügyelő se adjutáns. Az se rémlik a katonaságtól. Hogy körletfelügyelő lett volna, vagy hogy adjutánsnak nevezték volna? Egyik sem. De az adjutánssal találkozott? Igen, rémlik valahonnan, és tehát mikor még nem jöttek fel a válaszok, akkor valami ilyesmire gondoltam. Aha. Tehát megjelöljük a... A katonaságnál nem találkoztam vele. Megjelöljük a... C-t. C-t. Jó. Nézzük, hogy az adjutáns az segédtiszt-e. A szó egyébként ugye latin eredetű, és mint közlekedésmérnök szerintem találkozott vele. Lehetség. A szóval, magával, és... Innen lehet, jó a sejtése, így van, így van. 200 000 forint, megduplázta, itt a hetedik 300 000. Helyesebben a következő adásban. Ne keseredjene, mi a baj? Ez jó. Ez jó. Ez jó. És amikor boldog, akkor ilyen arcot szokott vágni? Nem, most már nem vagyunk adásban. Nem a fenét, ne. Kedves Zsolt, nagy szeretettel akkor elvárom a következő játékba is. Természetesen a kedves nézőket is, addig ajánlom figyelmükbe a Népszabadság vonatkozó rovatát, aztán ezt a telefonszámot, hogyha a közönség soraiba kívánnának jelentkezni, illetve e-mail címünk is nem sokára látszik a képernyőn, viszontlátásra. Ne feledjék, holnap 18 óra 55 perckor újabb játékosok és újabb izgalmak várják önöket. Legyen ön is milliómos! Maradjanak velünk, mert a fókusz után jön a barátok között.